Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom mai ajánlatunkat képekben. Adventi koncertet adtak a zeneiskola diákjai. Karácsonyváró programot szervezett a Vándorló Szépkorúak baráti köre. Tolnai kézilabda, nincs egyszerű dolga a klubnak. 3 év kihagyás után újra megrendezte az amúgy hagyományos adventi hangversenyt a Tolnai Katolikus templomban a Fusz János Zeneiskola. Az esemény célja a gyerekek és a hallgatóság karácsonyra hangolása volt, de pénzadományt is gyűjtöttek az intézménynek a koncert alatt. A kórus nyitotta meg a Fusz János Zeneiskola hagyományos adventi koncertjét Tolnán, a katolikus templomban. Az eseményt 3 év után tudták újra megrendezni, hiszen az elmúlt időszakban a koronavírus járvány és az online oktatás miatt nem lehetett megtartani ezeket a rendezvényeket. A koncertnek az első felében Kodály Zoltánra emlékezünk, a születésének a 140. évfordulójára. A kórus fog népdalokat előadni a legismertebb daljátékából, a Hári Jánosból, illetve Kodály művek fognak felcsendülni, a második felében pedig karácsonyi hangulatú dallamokat fognak hallani, illetve látni. Köztük természetesen klasszikus művek is fel fognak hangzani. Hogy azért tartjuk itt a templomban, mert itt nagy a férőhely, sokan elférnek, illetve maga a hangulata az nagyon vonzó és nagyon szeretettel teli. Úgyhogy a karácsonyi hangverseny meg az évvégi, hagyományos évvégi zárókoncertünket is itt tartjuk. Köszönjük természetesen a Ravasz Atya plébánosnak. Hát az iskolának a 20-30%-a itt van, hisz a kórus nagyobb létszámmal fog énekelni, mellette 10 fölötti növendékünk fog játszani, 15 körülbelül. Hát nem egészen a 30%-a, de azért jó pár gyermek énekelni fog, és hangszereken játszani. Készülünk az adventre, a karácsonyra. Egy kicsit a karácsony ünnepét közelebb hozzuk a gyerekeknek. Újfent egy lehetőség arra, hogy megmutassák magukat, szereplési lehetőség, meg egy ilyen családi hangulatú koncertet szerettünk volna. Mindenféleképpen. Ez a célunk, hogy ráhangoljuk a nézőket a karácsonyra. A gyermekek meg a növendékek meg megszokták a fellépéseket, főleg ebben az időszakban rengeteg rendezvényen, kiállítás megnyitón, véradű ünnepségen, karácsonyi, óvodai karácsonyon szerepeltek, úgyhogy most a teljes mértékben benne vannak ebben a hangulatban. A karácsonyra hangolódáson kívül más célja is volt az eseménynek. Mint minden évben, idén is a zeneiskola javára gyűjtöttek. A bejáratnál kihelyezett dobozba várták az anyagi támogatást a koncert alatt. Az alapítvány szeretettel fogadja az adományokat, hisz lesz nekünk egy négykezes zongora találkozónk, amire természetesen az alapítvány segítsége, támogatása kell, hogy meg tudjuk valósítani. Thank you.
2017-ben alakult meg a Vándorló Szépkorúak baráti köre. A 72 főt számláló csoportban már kezdetek óta tradíció, hogy karácsonyváró eseményt tartanak. Ez ezúttal sem történt másként, a közösség a kiadós ebédet követően kulturális programmal, majd egy bállal ünnepelt. Bocsáss meg a többieknek mindazt, ami fájt nagyon, sértődöttség, bús, madarát, engedd ki az ablakon. Önts magadra a legszebb ruhád, és a legszebb mosolyod, nem létezik annál szebb arc, mint amelyik mosolyog. Aranyosi Ervin Karácsonyi üzenet című versével lepte meg társait a Vándorló Szépkorúak baráti körének egyik tagja. A csoport most az ilyenkor hagyományos karácsonyváró rendezvényét tartotta meg. Minden éve megünnepeljük a karácsonyt, immár ez a negyedik karácsonyi ünnepségünk, és második ízben vágtunk disznót. Tegnapi nap disznót vágtunk, egy 140 kilós volt az állat, feldolgoztuk, abból lett ma egy nagyon-nagyon finom, gazdag ebéd, finom levesse, földhús különböző mártásokkal, és utána nagyon finom káposzta. Amikor az első karácsonyvárot megtartottuk, úgy gondoltuk, hogy jöjjünk össze a csoporton belül. Többen vannak olyanok, akik magányosak, egyedül élnek, és ők karácsonyt otthon nem igen tartanak. Nem igen, látogatják őket, a csoportban vannak többen olyanok, akinek van családja, de a világ másik felén van. És őnek ez az igazi család, a vándorlók családja, és ez a karácsony a családról szól, a szeretetről, a boldogságról, az összetartásról. A 2017-ben megalakult csoport ma már 72 tagot számlál, és gyakorlatilag nincs olyan program, amelyre ne szívesen jönnének a tagok, sőt. Mindig vannak olyan emberek, nagyon szívesen jönnek. Tegnap este is szóltam, hogy mondom, van üres hely, jöttök, repültek. Jó érzik magukat ebben a társaságban. Én vagyok a csapat Mézes Gizie, mindenki úgy ismert. Én a csapatnak kezdetektől fogva a tagja vagyok. Nagyon szeretem a csapatot, sokat járunk kirándulni, fürdeni, minden szuper, mindig jól érezzük magunkat egymással, minden, szeretetet, jóságot. Én ma már mindenkinek végigadtam a szeretetemet, tehát nem tudom, szerintem mindenki érzi, aki látja. Először is én vagyok a csoport másik Gizie, és két és fél év óta vagyok tagja a csoportnak. Úgy ismerkedtünk meg, hogy a csoport eljött hozzám galéria látogatóba, és ebből kialakult egy barátság. Nagyon jó a dolog tartozni egy csoporthoz. És itt azért nagyon sok olyan ember is van a csoportban, akik egyedül élnek. Elvesztették a társukat, és ez a csoport egy picit próbálja ezt az elvesztett társat is pótolni. Nagyon jó hangulat van. Elég sokat vagyunk együtt, és jó, hogy létezik ez a csoport. És hát azt ugye nem kell mondani, hogy Zsinka János a lelke, az összetartója a csoportnak, és kevés olyan ember van, aki ilyen sokat hajlandó tenni a másokért, tehát a többiekért önzetlenül. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen becsülendő és tisztelendő dolog. A közösség legidősebb tagja januárban tölti a 90. életévét, és bár már a rendezvényeken nem vesz részt, rendszeresen meglátogatják. Most beköltözött egy otthonba. Ott van, de majd most karácsony és új év között megyek. Mindig meg szoktam látogatni, a születésnapja van, meglátogatom, névnapja van, meglátogatom, és most itt a karácsony elmegyek egy kis ajándékot viszek neki. Megfogom a kezét, beszélgetünk, és nagyon jól érzi magát. A másik csoporttagunk, ő is a legidősebb, az jövő augusztusban lesz 89 éves, a Julis néni, csupa szeretet, csupa boldogság, csak jót tudok mondani. Az előbb egy nagyon-nagyon szép verset mondott el, saját maga írja, és nagyon-nagyon szeretjük. A kis Jézus megszületett, a kis Jézus.
ők a csoporton belül alakult egy örömének csoport. Mert vannak itten többen, hogy az életük az éneklés. És akkor szóltak nekem, hogy János, mit szólna, hogyha alakulna? Örültem neki minden kezdeményezésre. A pandémia előtt akkor volt egy kerékpáros csoport, volt sétáló csoport, volt kártyás csoport, és valószínűleg most a tél folyamán a kártyásokat vissza fogjuk hozni, elmegyünk mindig más és máshová megyünk, és kártyázunk. Az elnök elmondta, hogy egy rendkívül sikeres évet zárnak idén. Nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon sok programunk volt, sok-sok kirándulások, volt egy aldonai kirándulás, 3 évvel ezelőtt a csoportnak nagy része el volt. Sajnos akkor volt nekem egy balesetem, én nem tudtam elmenni, és a csoportban még nagyon sokan nem voltak, és akkor elmentünk Aldonára, akkor volt kalocsai kirándulás, akkor a szomszédban voltunk az ősszel, el voltunk Bogyiszló értékeit, és minden hónapban van egy kirándulás, egy egészségmegőrző kirándulásunk, Szigetvárra járunk, Gyógyfürdőbe. Összejövünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat. Az egyik csoportársunknál el voltunk kint a tanyájánál, elmentünk, és ott paprikás csompit főztünk. Minden időt kihasználunk, hogy együtt legyünk, az emberek ne legyenek magányosak. Érezzék azt, hogy fontosak a csoport számára. Érezzék azt, hogy valahová tartoznak. Nagyon sikeres volt az évünk. Most rövid reklám következik, majd sporttal folytatjuk a Telena magazint. A kézilabdázókhoz látogatunk, maradjanak velünk, rögtön folytatjuk. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledje, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán, az Antal Service Kft. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelő kiemelt bérezéssel, 3 műszakos munkarendben, illetve gépkezelőt hajlító és présgépekhez, targonca jogosítvánnyal rendelkező anyagmozgatót, csomagolót, betanított gépkezelőt, továbbá gyártástechnikus munkatársat, gépészmérnöki vagy gépésztechnikusi végzettséggel. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál 1-2 műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balone@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7130 Tolna, belterület 970/110-es szám alatt. Nem volt egyszerű dolga a Tolnai Kézilabdaklubnak idén, ugyanis egyre kevesebb a fiatal felnőtt a csapatban. Ennek ellenére mindent megtesztek annak érdekében, hogy minél jobb eredményeket érjen el az Egyesület az U19-es harmadosztály versenyeken, illetve a Tolna megyei női bajnokságon. Hát ott kapd a szélén a labdákat, oké? Okay? Na mehet, gyerünk! Oké, okay. Azért rendület legyen! Gyerünk a vonalra! Ez az irány, nagyon jó, bravo! Ugye?
Amíg a pálya egyik felén az U12-es korcsoporté, a másik oldalon az óvodások edzése zajlik a tolnai sportcsarnokban. A kézilabda klub elnöke azt mondja, nagy öröm számukra, hogy egyre több óvis csatlakozik az egyesülethez. Ez nem kimondottan kézilabda, én aztán egyszer már ezt ugye ezért nagyjából elmondtam, hogy nem kimondott kézilabda, hanem inkább ilyen mozgáskoordináció, labda szeretet, a mozgás szeretete, tehát minden ilyen, ami a ilyen atlétikai dologgal kapcsolatos meg. Tehát minden, ami a mozgással kapcsolatos, azokat gyakoroljuk a gyerekekkel. Aztán 7-8-9-ben már azért intenzívebben labdás, ugye ott már kapuralövések is vannak, mert márciusban kezdődik a bajnokság. Ugye a 8-9-nek annak csak márciusban, áprilisban és májusban van egy forduló, mert ugye ők csak most kezdik ugye a felkészülést. És hát az U12, sajnos ott kimarad egy-két korosztály, a 10-11-es, de hát nincsenek gyerekeink. Az U12-ben viszont vannak, hát ott is nagyon sok a kezdő, és így nem biztos, hogy olyan sikerélményük van a mérkőzéseken, de az, hogy együtt megyünk busszal, jövünk, tehát azért úgy kovácsolódik a gárda, kovácsolódik, de hát idő kell mindenhez, meg ahhoz, hogy ugye megtanulják a kézilabda szabályaitól kezdve. Mondom, nagyon sok az új, és akkor ugye fölfelé már az ifi van, aki meg a megyei csapatunk, a megye felnőtt csapatunk. Az egyesület jelenleg közel 70 tagot számlál. Volt egy idő, amikor hát talán 15-16-ban, amikor voltunk 110-en is, az nagyon jó volt, de hát sajnos sok a sportáktól, sokféle sport van. És akkor hát én többször elmondtam, hogy az a lényeg, hogy mindenki sportoljon. Tehát, hogy mit, persze én szeretném, ha mindenki kézilabdázna, de hát az a lényeg, hogy a gyerekek sportoljanak és mozogjanak, és ne otthon kockoljanak a gép előtt. Harcoljunk a labdáért! Én a labdát akarom megszerezni! Semmi más! Csak a labdát! Világos voltak? Igen? Na hát akkor majd most meglátom, mennyire tudtok. Mert! És megpróbálod el! Ez az! Gyere! Megpróbálod el! Minden augusztusban én minden iskolába, az alsó tagozatba és a környező iskolákba is, tehát Bogyiszló és Fadra is, hát több mint 400 levelet kiviszek, amit kimondottan a szülőknek írunk, tehát a gyerekek vigyék haza, elmondjuk, hogy az egyesületben, hogy mire számítsanak, és hogy szeretettel várjuk őket. Ezeknek az edzéseknek a hatására az év elején mindig jönnek új játékosok, sőt, és örvendetes az, hogy most például 13-14 éves lányok jöttek, jó, ők még csak most kezdenek beszokni, de van például már olyan lánya itt az ifi csapatunkban is, aki 2 évvel ezelőtt ide beállított, és azt mondta, hogy ő szeretne kézilabdázni 14 évesen. És hát szeretettel várunk mindenkit, tehát nem feltétlen fontos 7-8 évesen elkezdeni a kézilabdát. Ugye a Heidi Lökke is 14 éves, 15 éves volt, mikor elkezdett kézilabdázni, tehát sehonnan nem vagyunk elkésve. Az óvodások, illetve az U12-esek edzését követően az IFI, vagyis az U19-es csapat lépett pályára. Ez egy utánpótlás csapat, hivatalosan IFI korosztály volt régen, de idei évtől U19-nek nevezik. Van most már egy felnőtt játékosunk, aki visszatérő, viszont a nagy része tulajdonképpen mindenki ifjúsági korú játékos, tehát azt jelenti 18 éves korig bezárólag. Az MB2 utánpótlás bajnokságban indultunk, ami most jelenleg harmadosztálynak felel meg, ott az U19-es korosztályban. Sajnos jelenleg a megyéből, tehát Tolna megyéből egyedüli csapatként vagyunk, Baranya megyéből sincs ellenfelünk, Fejér megyéből is csak a Dunaújvárosi Kohásznak az MB1-es utánpótlás csapata, és a többi ellenfelünk az tulajdonképpen a Somogy megye és Zala megye csapataiból tevődik össze. Nagyon kevesen voltunk folyamatosan a szezon során, mert 12-13 fő a keret, rengeteg sérülés, illetve az őszi betegségek, itt az iskolás betegségek végig sodortak az egész csapaton. 10 főnek ugye jelen kell lenni egy mérkőzésen, ez előírás, a jegyzőkönyvben ennyi embernek kell szerepelnie, ezt eddig mindig tudtuk teljesíteni, de most hétvégén is úgy voltunk csúrgon, hogy a 10 főben azért volt olyan sérült, aki egész szezonban nem játszott. Az eredmények azok fele másak, én úgy gondolom, hogy vannak olyan időszakaink a mérkőzéseken belül, szinte mindegyiken, amikor az elvárásnak megfelelően teljesítenek a lányok, de nyilván nagyon sok minden még bennünk maradt, rengeteg munka kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk.
pont szombati mérkőzésen tapasztaltam azt, hogy nagyon szép egység lett a második fél időre, és az 5 gólos hátrányba egy döntetlennel sikerült hazatérnünk Csurgóról is. Az edző úgy látja, hogy a lányoknak még sokat kell fejlődnie a védekezés terén. Illetve abban, hogy még jobban koncentráljunk a mérkőzéseken, és azokból sokkal több eredményt tudunk elérni. Rengeteg eladott labdánk volt az első két mérkőzésen, ezt próbáljuk orvosolni. Én úgy látom, hogy ebben is javulnak a lányok. Sajnos nagyon kevés csapat indult a bajnokságban, ezért elindultunk a Tolna megyei felnőtt bajnokságban is a mérkőzés szám növelése, illetve a tapasztalatszerzés miatt. Na, tulajdonképpen eddig 4 mérkőzést játszottunk, 3 vereség és 1 győzelemmel. Abból a 2 vereségünk az olyan volt, hogy nagyon jó partiban voltunk az ellenféllel. A Tamási csapata az a régi felnőttekből is, vannak 2-3-an náluk, akik azért tapasztalt NB2-es játékosok voltak folyamatosan. Ott is sok az utánpótláskorú játékos, illetve a Tengeris és a Dunaföldvár indult még a megyebajnokságban. Vegyesen, mert a Dunaföldvárosnál sok a fiatalabb korú játékos, míg a Tengeris meg igazából akik már 1000 éve tulajdonképpen játszanak egymással. A magas energiaárak miatt más klubokhoz hasonlóan a Tolna KC-nál is változtatásokat kellett bevezetni. Úgy tudtuk sajnos megoldani, de nem is biztos, hogy ez sajnos. Lehet, hogy ez jó is egyben, hogy a lenti Lehel utcai csarnokból az óvodásokat és a 7-8 éveseket föl kellett hozzuk ide a nagy csarnokba, mert így tudtuk ugye a TAU pénzből, ami ugye a terembérletekre van, így tudtuk megoldani. Ez még nem is biztos, hogy olyan rossz, mert azért a picik azok mindig látják a nagyobbakat, a nagyobbak mindig pátyolgatják a kisebbeket, tehát ez az edzőtáborban, amikor nyáron is csinálunk, és vannak nagyobbak, kisebbek, ez tök jó. Így megismerik egymást, nem olyan nehéz lesz átmenni egyik csapatból a másikba, tehát akkor már ismerik, látták, nem idegenek, és hát itt hely azért már bőven van, ugye lehúzzuk a fél csarnok részét, azért az óvodásoknak ugye nem kell akkora hely, és teljesen nem is gondoltam, hogy így, de egész jól tudunk így mozogni, úgyhogy most csak ebbe a városi csarnokba vannak edzéseink. A cél az mindenféleképpen az, hogy tehát azért ezeket a gyerekeket megtartani, mert azért, és én ezt országosan is, meg mindenhogy olvasom is, hogy azért ugye 11-12 évesen úgy elkezdenek érdeklődni más. Tehát úgy szeretném mindent kipróbálni, ugye az, aki olyan sportos. Tehát szeretnénk azért megtartani a gyerekeket, szeretnénk, ha jönnének újak is, de ezt a 60-65-70 főt, ezt mindenféleképpen szeretnénk megtartani. Próbálkoztunk már mi régen nyílt nappal, próbálkoztunk már régen, hogy bementünk az iskolába, tartottunk edzést. Ha valaki, nagyon ritka az, amikor ugye itt 13-14 évesen bejönnek, tehát aki alsóban nem dönti el, az már nagyon ritka az, aki a fölsőbe. Persze vannak kivételek, most is van 2 lányunk, és nagyon örülünk neki, hogy 8-osként bejöttek edzésre, és szeretnének meg szeretnék nézni a kézilabdát, és meg szeretnék próbálni, hogy ez lehet, hogy ez lesz az ő sportjuk. Bár idén elmaradt a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar karácsonyi koncertje, és a mai tervek szerint legközelebb április 2. felében lép majd színpadra a zenekar, mi megemlékezünk egy korábbi sikeres ünnepi fellépésre, ezzel kívánunk Önöknek boldog ünnepeket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!